Az idegenforgalmi főszezonnak lassan vége, megyénk fogyasztóvédelmi ellenőrei azonban most is ellenőriznek. Főként a sok vendéget vonzó vízparti nyaralóhelyek, strandok, rendezvények és fesztiválok vendéglátóipari egységeinek felügyeletére koncentrálnak. Megyénkben ugye ami rendezvény volt, illetve fesztivál, azon valamennyi részt vettünk, és kiemelt hangsúlyt fektettünk szintén a próbavásárlásra. Itt a fesztiválokon továbbra is gondot jelent a nyugtadási kötelezettség nem teljesítése, egyéb vendéglátó egységekben pedig megállapíthatjuk, hogy a korábbi évekhez képest kevesebb vásárlói megkárosítást állapítottunk meg, tehát valamilyen szinten pozitív tendencia van. A hatóság ellenőrizte a 18. életévüket be nem töltött személyek alkohol, illetve dohánytermékekkel történő kiszolgálását is. Az országos szintű ilyen típusú 60 ellenőrzés 30%-ánál valósult meg jogsértés, 11 esetben alkohollal, 5 esetben cigarettával és 2 esetben mindkettővel kiszolgálták a fiatalkorút. Megyénkben azonban inkább kisebb szabálysértések, hiányosságok vannak. Leggyakoribb az, hogy a vásárlók könyve nincs kihelyezve, vagy nem volt a kereskedelmi hatóság által hitelesítve. Valamennyi ellenőrzéseink alkalmával, amelyek jogsértést tártak fel, egy teljes körű tájékoztatást adtunk az adott jogsértést elkövető vállalkozónak, hogy hogyan tudja kiküszöbölni a jogsértést. Tehát nem csak megállapítottuk és esetlegesen köteleztük annak a megszüntetésére, hanem jogszabályi helyekkel megjelölve és emberi, humánus módon segítettük őket a jogszabályi rendelkezések betartására. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság múlt heti közleményében hangsúlyozta, a nyári főszezonhoz kapcsolódó fogyasztóvédelmi ellenőrzések augusztus végéig folytatódnak.